Rögtön azzal indítanám, hogy valamennyi kormányzati projektre jellemző, hogy a fáknak pusztulnia kell. Vagy előre és utána. Itt a Moszkva tér, Szél-Kálmán tér egyben közös, beton, kiszáradó fák, betondzsunkel és tikkasztó hőség, amikor éppen süt a nap, árnyékot nagyjából nem ad semmi. Szeretném ezt a projektet egy picit bemutatni másként. 2006-ban rendelkezett a Moszkva tér egy elfogadott tervvel, ami alapján egy zöld dombá alakult volna, ez onnan kezdődik, és egy visszatöltéssel, egy árnyas, ligetes, hát egy valódi közösségi tér jött volna létre. Ehhez képest mögöttem látható 2016 Szél-Kálmán terve, ami megvalósult, és ami ennek a szöges ellentéte, egy beton dzsungel, amely egy dologra biztosan nem alkalmas, hogy találkozó helyként népszerű legyen, és egyfajta közösségi térré váljon. Az óra, amit az ígéretekkel ellentétben mégsem helyeztek vissza, csak egy stilizált karcolatot, az óra sem került vissza a Moszkva térre, helyette egy óra funkciót nem igazán betöltő betonépítmény, és ez a tér így összességében mutatja azt, hogy ha valahol nem érdemes és nem fognak találkozni az emberek, az a mostani átfutásból is látszik, hogy ez nem alkalmas arra, hogy közösségi térként megálljanak az emberek, beszélgessenek az emberek, és úgy funkcionáljon, mint egy normális közösségi tér. Mégis mi történt? Hát több mint 5 milliárd forintból leaszfaltoztuk, és egyébként teljesen észszerűtlenül ültettek fákat itt mögöttem, a molinók mögött látható 3 fa, amelyet rendkívül szakszerűen egymástól 1 méterre 3 fát úgy ültettek el, hogy garantált volt ezeknek a fáknak az életképtelensége, de több ponton látjuk a Szél-Kálmán tér differenciáját. És hogy mégis mi került ebbe, mint a klasszikus viccbe, 5 milliárd forintba? Hát erre válasz lehet például az a 2,5 millió forintért áthelyezett vagy elhelyezett asztal, ami a régi diszpécser központban benn volt, amire mi egy vizsgálóbizottságot kívántunk felállítani a fővárosi közgyűlésben, amelyet a Fidesz többsége nemes egyszerűséggel leszavazott, mondván, hogy erre semmi szükség, ez az 5 milliárd, higgyük el, nagyon jól hasznosult. Hát mi sejtjük, hogy nagyon jól hasznosult ez az 5 milliárd forint, de ezért a beton dzsungelért, még ha mondhatják azt is, hogy de legalább történt valami, mert nyilván valaki ezt fogja mondani, hogy de legalább valami történt, hát szerintem nem került volna többe, ha több zöld történik a Moszkva térrel, és kevesebb beton. Ez a legintenzívebb kritika, és még egy, hogy ha már hozzányúltak a Moszkva térhez, ami Szél-Kálmán tér lett, akkor a közlekedési körforgalmat meg kellett volna csinálni, tehát hogy az autós közlekedés egy körforgalomként körbejárható legyen, mint hogy azt is meg kellett volna csinálni, és ami elmaradt, hogy kerékpárral körbejárható legyen a Szél-Kálmán tér, ez sem valósult meg. A továbbiakról pedig Őrsi Gergely fog beszélni, aki autentikus, mert kerületi frakcióvezető, az ellenzék frakcióvezetője, és hát nem mellesleg tőzsgyökeres belbudai lakos, aki szintén emlékszik arra, hogy milyen volt a moszkvatéri óla alatt korábban találkozni, és én nem sírom vissza a moszkvatérnek a korábbi állapotait, mert azok felújításért kiáltottak, ugyanakkor nem tekintem elég eredménynek a létrejött eredményt, mert ahogy most itt állunk a napon, pár perce mindenkiről folyik a víz, esőbe nincs hova menni menedékért, tehát összességében ez úgy lett elrontva, ahogy lett, és nem mellesleg borzasztó drága lett. Köszönöm szépen, ígérem, a régi Moszkva téri emlékeimről nem fogok beszélni, és amúgy is igyekszem rövid lenni, mert ez a pár tonna beton itt alattunk igencsak süt. Én azzal kezdeném, hogy a kormányzat mostanában elkészült vagy épp folyó beruházásaiban több dolog is közös. Az egyik, hogy mindegyik úgy indul, hogy hangzatos ígérgetések, látványtervek, mellébeszélés, majd jön a betonkeverő, és azt veszük észre, hogy körülöttünk a legnagyobb részt egy beton dzsungel fogadja el. Zöld Moszkva térparkról beszéltek, láttuk az eredményét. A Városligetben látjuk azt, hogy hogyan próbálnak meg úgy fákat átültetni, és azt ígérni, hogy a fákat átültetik, hogy itt körülöttünk is látszik, hogy nem átültetni nem tudnak fákat, hanem egyszerűen ültetni új fákat sem tudnak, és utána arra hivatkoznak, hogy rossz a talaj. Azt hiszem, egy bő másfél éves időtáv alatt lett volna arra megoldás, hogy megtalálni a fáknak, és lehetőleg egy kicsit több fának a helyét.
A másik, ami közös ezekben a beruházásokban és ebből a szempontból Buda hatványozottan sújtott övezet, hogy a mellébeszélés, ígérgetések, látványtervek után egy olyan megvalósítás következik, aminek a gazdálkodása átláthatatlan. Láthattuk azt, hogy itt a Moszkva téren a bíróságnak kellett nyilvánosságra hozni a szerződéseket, így derült ki az, hogy több mint 2 millió forintért bontottak le gyakorlatilag egy asztalt, de innen nem is olyan messze van az egykori ipari minisztérium épülete, amit karácsony előtt pár nappal mentesítettek a közbeszerzési eljárás alól, arra hivatkozva, hogy ott nem csak zöld park lesz, hanem rendőrségi objektum is. A rendőrségi objektum már kikerült a tervekből, tehát teljes mértékben értelmetlenül titkosítottak egy több milliárd forintos bontási munkának az eljárásáról szóló anyagokat. Érdekes az is, hogy bár oda parkot ígértek, fél évente megváltoztatták azt, hogy mi lesz ott. Jelenleg ez Budapest egyik legdrágább murvás parkolója, ahol munkagépeket tárolnak, illetve az egyik bevásárlóközpont fizetős parkolójaként üzemel. És itt is, most a legújabb tervek szerint összekötnék egy alagúttal, ahol szintén pár tonna betont el lehet használni feleslegesen a Millenárissal, azzal az innen pár percre található Millenáris parkkal, amit érdekes, hogy úgy akarnak bővíteni, hogy mondjuk ki, a Millenáris park jelen állapotában rohad. Meg kell elég csak megnézni a tó vizét, a kikopott füvet, a hiányos murvát, vagy az ott is elszáradt fákat. Nem szeretnénk, hogyha minden beruházás az gyakorlatilag úgy fejeződne be, hogy olyan sima és olyan tar felület lesz a téren vagy a beruházás nyomán, mint a Fidesz által mostanában előszeretettel használt úriembereknek a feje. Itt a Moszkva téren, hogyha körbenézünk, akkor ezt látjuk, és azt sem szeretnénk, hogyha szintén ehhez hasonlóan ugyanolyan üres ígéretek lennének, hanem azt szeretnénk, hogyha átlátható gazdálkodással valódi zöld területet nyernének a budaiak, és szeretnénk és követeljük, hogy a Millenáris parkot tartsák rendben, hogyha már itt sikerült egy betonplacot kialakítani, ott legyen egy élhető zöld felület, az ipari minisztérium helyén pedig, ahogy megígérték, ott park legyen, és nem más. Az átlátható gazdálkodás pedig azt hiszem, hogy egy alapkövetelmény ilyen helyzetekben. Köszönöm szépen! Köszönjük, és természetesen a helyszín magáért beszél, amit az önök jóvoltából a nagy közönség már megismerhetett, és megismétlem, hogy hiába mondjuk azt, hogy legalább történt valami, ami történt, az borzasztó drágán történt, gyanús körülmények között történt, és hát a budaiak számára nem azt az eredményt hozta, amit joggal várhattuk volna. És ha itt körülnézünk, akkor látjuk a különbséget és a mögöttem lévő két látványterv, alapján pedig eldöntheti bárki, hogy melyiknek lett volna érdemesebb megvalósulni, nagyjából hasonló összegből.